Ha érdekel, hogy hogyan lehet navigálni a hold felületén, akkor a következő adás neked szól, ne menj sehova! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Tímár Gábor, a geofizikai és űrtudományi tanszék vezetőjét, és Ciráki Kamillát, az LTTTK geofizikus hallgatóját. Azért jöttünk most itt össze, hogy beszélgessünk a, a holdi navigációról. Azt ugye mindenki már így tudja, hogyha valahova szeretne eljutni, akkor előkapja a telefonját, és előveszi a GPS navigációt. Azt viszont már talán kevesebben tudják, hogy ez a GPS navigáció hogyan működik, úgyhogy talán kezdjünk is ezzel. Hát röviden úgy működik, hogy ahogy régen a navigáció, régen a geodézia az alappontokból állt, és ehhez képest mondtuk meg, hogy hogy állunk, most ezeket az alappontokat kitelepítjük az űrbe. Keringenek a földkörül GPS műholdak, amelyek jeleket sugároznak, és az én telefonom, vagy a speciálisan erre kialakított vevők ezt veszik, és a adás és a vétel közötti időkülönbségből, meg a Doppler torzulásból tudják azt megmondani, hogy az egyes holdaktól milyen messze vagyunk, és hogyha legalább négy holdat látunk, akkor ebből el is tudjuk munkat helyezni a négydimenziós térben, tehát három a hely és egy az idő. És akkor ezek így működnek. Így működnek egyre inkább talán most már a Holdon is, most ugyan még nincs annyi műhold a Hold körül, tehát ilyen a Holdnak műholdja, amennyi elég ehhez, de ez a terv. Tehát, hogyha vissza akarunk menni, és Artemis és űrbázis, akkor, akkor ott majd navigálnunk is kell. Milyen alakkal dolgoznak ezek a GPS navigációs rendszerek? Tehát, hogy milyen alakúnak uh, kezelik benne a Földet? Igen, ugye a Föld alakja elméletileg ugye a geoid, ez viszont egy nagyon bonyolult és nagyon matematikailag bonyolult a leírható test, ezért a GPS navigációban például ennek közelítéseit használják. Tudnélik, ugye a Föld leginkább lapult, még sok, szempont, sok más szempontból is eltér a gömbtől, de a legnagyobb tényező, ami befolyásolja az alakját, az az, hogy a sarkai meg vannak lapulva. És emiatt ezek a GPS műholdak például egy uh, forgási elipszoidot használnak alapfelületnek, ami a gömbnél egy paraméterrel tartalmaz csak többet, ezzel a paraméterrel, és ez sokkal nagyobb pontosságot tehát így, mint egy gömb, viszont még mindig könnyen leírható vele a, a test. Hogyan tájékozódtak eddig a Holdon? Hát itt helyi koordinátorrendszereket használtak, illetve hát akik tájékozódtak, ezt vegyük két fel, hát voltak emberek, volt az a hat leszállás, tehát 12 ember, aki ott járt, és hát vannak az automaták a roverek, amelyek oda mennek, és hát valahogy irányítjuk őket, már mint egy drónt, csak hát ugye figyelembe kell venni azt, hogy a, a vezéréshez szükség van majdnem másfél másodperc időre, amíg a rádiójelenk eljutnak a holdig, és a másik másfél amíg vissza. Úgyhogy eddig úgy történt, hogy amikor leszállt az első űrhajó rajta Armstronggal és Oldrinnal, akkor nagyon nagy tájékozódásra még nem volt szükség, hiszen látszott végig az űrhajó, látszott végig a leszállóegység. egység. Aztán utána az első olyan, amikor már nem látszott, a 14-es, ott már Alan Shepard kifejezetten gondba került. Mert az a tájékozódás, hogy itt a Földön mi megszoktuk, hogy belátjuk a láthatárig, hogy egy két méter magas ember, majdnem két méter magas ember az ellát kb. 5 kilométerig, ahol sokkal kisebb, nem látok el odáig. És abban a pillanatban, hogy kikerült a leszállóegység egység a, a, horizonton, akkor nagyon rosszul érezték magukat, hogy biztos, hogy jó fele megyünk. Ez kifejezetten egy, 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 ilyen érzés volt, amit ők megfogalmaztak. Úgyhogy utána, amikor már a kiskocsival mentek vissza, a kis holdjáróval mentek vissza, akkor ott már helyi rádióélekkel ezt meg kellett valósítani, hogy igen, mindenféleképpen vissza tudjunk menni, de helyi rendszereket használ. És most akkor, amikor már úgy döntünk, hogy esetleg visszamegyünk a holdra, és bázist építünk, és a bázis körül, hát hogyha nem is messze, nem olyan sűrűségben, mint itt a budapesti utcákon, de esetleg roverek és ember által vezetett járgányok mennek, akkor ott már szükség lehet a földi GPS rendszernek a replikájára. Hát meggondolom emberként az is egy, egy nehéz dolog, hogy ugye ott nem igazán vannak épületek, tehát nem lehet azt mondani, hogy látod azt a tornyot, hogy forduljál jobbra. Tehát nincsen egy ilyen vonatkoztatási pontom, hogy akkor ne most megcsinálták maguknak. A jellegzetes sziklákkal ezeknek nevet is adtak. De hát persze maximum kétszer adták mindegyiket, mert több idejük nem volt rá. Hát igen, nem, nem igen. megy el mellettük minden igen. nap az ember jó pár hónapon vagy éven keresztül. Hogyan lehet a földi GPS rendszerben kipróbált szoftveres megoldásokat a legegyszerűbben átültetni a holdi navigációba? Igen, ugye a földi rendszereknél használt egyenleteket kell igazából átvinni a holdra. Ez a navigáció megoldásának talán a legfontosabb lépése, hogy azokat, amiket a földön már aktívan alkalmazunk, ezeket a holdra is alkalmazzuk. Itt viszont ugye egy komoly ellen, ellentét, úgymond a Holdal kapcsolatban, ugye a földnél ugye létezik ez a forgási ellipsoid, amit használnak mint alapfelület. A holdon viszont mindeddig főleg gömböt használtak, mint egy ilyen ö, ö, alapfelület, hiszen a hold sokkal kevésbé lapult, mint a föld, sokkal lassabban forog, és emiatt ugye a lapultsága is sokkal kisebb, és ezért elég volt, hogyha egy gömböt használtak, mint ilyen felület. Egyébként számoltak rá mást is. Létezik például a három tengelyű ellipszoid, de az szintén sokkal, sokkal bonyolult ebbe teszi a GPS navigáció számára, hogy kiszámítsa pontosan a, a, koordinátákat, hiszen az még egy plusz uh, paramétert visz a rendszerbe. Szóval, ami ehhez szükséges, hogy a lehető legegyszerűbben vigyük át ezeket az egyenleteket, az egy forgási elipszoid, annak a, a két paramétere, ugye a fél nagy tengely és a lapultsága tulajdonképpen. Ezt hogyan számoltátok ki? Alapvetően, ahhoz, hogy ezt mi kiszámoljuk, ahhoz arra volt szükség, hogy megszerezzük azt az adatforrást, ami, ami ezt ennek a közelítésnek az alapja lehet ehhez a hold elméleti alakjának az ismeretére van szükség. Ezt egyébként szelenoidnak hívják a földi geoidhoz hasonlóan. Ennek a leírására van szüksége ahhoz, hogy kiszámolhassunk egy ilyen jól illeszkedő ellipsoidot. A szelenoidnak a megismeréséhez pedig a hold köré előtt a tűrszondákat használjuk. Ilyen például a Grail misszió, ami különösképp izgalmas, ugyanis két űrszondát eljutottak ugyanarra a pályára. Ezt eljátszották már a Földön, és ott Tomnak és Jerrynek hívták ezt a két űrszondát, vagy hát műholdat. És ilyen példára ezt a Holdon is megcsinálták, ami több szempontból is nagyon hasznos, egyrészt sokkal nagyobb pontosságot lehet vele elérni. Másrészt pedig a Hold esetében különösen nagy kihívás az, hogy a Hold földtől távoli oldalról is szerezünk információkat, ugyanis ugye azt a Hold konstant leárnyékolja a föld számára, és emiatt nehéz onnan adatot szerezni, ami mindeddig gyakorlatilag megoldatlan probléma volt. A Grail misszió során viszont már onnan is vannak adataink, és ez alapján elkészült ez a szelenoid modell, ami tulajdonképpen azt írja le, hogy a hold tömegközéppontjától az adott sugárban milyen messze van a hold elméleti alakja, az a szelenoid. És ezt az adatot felhasználva számoltuk, számoltam ki a forgási lipszolét paramétereit, de ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen egyenetlen felület, ez egy egyenetlen test, ez a szelenoid, és illeszteni kellett hozzá ezt az elipszoidot. Ehhez mintavételeztem ezt a szedenoid modellt, nem használtam fel az összes adatpontot, hanem csak bizonyos számút, és mégpedig ezt úgy mintavételeztem, hogy egyenlő ö, nagyságú területről egy pontot kapjak. Tehát, hogy a, a pontháló, amit kihúztam gyakorlatilag, az ö, minden pontja ugyanakkor a területet reprezentálja. Ez egy nagyon nehéz matematikai probléma egyébként ezt megoldani. Én ennek a megoldására egy Fibonacci gömböt használtam, aztnak több számú ilyen változatával is kiszámoltam ezt a két paramétert. És ugye ezzel megkaptam ezt az adatot, amiből igazából aztán én a közelítést elvégeztem. Ennek a közelítésnek az volt a lényege, hogy végigpróbáltam egy általam írt program segítségével bizonyos határok között különböző fél tengely és lepulcsák párosokat, ugyanis hát nem lehet bármilyen nagyságú a hold, fél tengely és fél kis tengely, azért ennek vannak határai a sugár bizonyos környezetében. És kipróbáltam többféle ilyen megoldást is, és kiszámoltam a vett pontokban azt a különbséget, hogy mely, mennyire tér az elipszoid a szelenaittól, és az volt a legmegfelelőbb, a legjobban illeszkedő elipszot gyakorlatilag, amelyre ez a, ezeknek a távolságoknak a négyzet összege az minimális. És hogyan tudtad ellenőrizni, hogy akkor ez a, ez a modell uh, tényleg jó? Tehát, hogy voltál mondjuk egy, um, egy, földi ellenőrzés? Igen, igen, történt ilyen is. Ugye a Földön ismert ez az elipszoid tulajdonképpen, ez a VGS 84, ami a legismertebb talán ezek közül. És én azt csináltam, hogy a, ez alapján, a módszer alapján én kiszámoltam a földesetére is a fél nagy tengely, fél párost tulajdonképpen, és azt kaptam eredmény, hogy nagyon jól illeszkedett, ez 60 cm volt az eltérés, Mi, egyébként geodéziai értelemben nagynak tűhet, ugyanakkor nagyon fontos különbségek is voltak a két számítás között. A VGS-84 másik geoid modell alapján készült például, és ilyen módszer, módszerében is, meg, meg lehetősen máshogyan számolódott, szóval ezek figyelmevételével ez az egy jó illeszkedésnek mondható. Említetted a Fibonacci gömböt, egy picit arról tudunk a részletesebben beszélni, hogy miért pont azt választottál Azért, mert egyszerű. Leginkább az volt a szempont, hogy valami olyan módszert alkalmazunk, ami, aminek a leírása és a megoldása az a lehetőleg egyszerű, mert nagyon-nagyon bonyolult modellek is, hogy hogyan lehet ezt az egyenlő nagyságú területről vett egy pont problémát megoldani. Viszont a, a leges legesleg az a Fibonacci gömb, amelyek tulajdonképpen az a lényege, hogy az ismert Fibonacci spirált, ami ugye a Fibonacci sörzathoz is köthető, ezt egy gömbre illesztjük, és a, a tulajdonképpen a pontok koordináteit a Fibonacci számmal, hogy az a természetes szám, ezzel forgatjuk el, és ezzel megkapunk nagyon szép ilyen mintázatokat, amiért teljesül az, hogy egy pont az ugyanakkor a területet reprezentál a gömb felületén. az a jó benne, hogy ez egy 8, 8, soros Python program. Tehát nem szükséges hozzá az a nem is annyira egyszerű és zárt három oldalas Python algoritmus, ami mondjuk egy volonai hálóz kéne, nagyon egyszerűen megvalósítható. Ennek az egész feladatkitűzésnek is valójában az volt a célja, hogy azt lássuk, hogy igen, már BSC szinten tanuló uh, diákok is meg tudnak ilyen bonyolultnak látszó, de valójában azért ö, egyszerű lépésekre fölbontható ö, feladatokat oldani. Gyakorlatilag az, hogy a, a holdnak a forgás elipszóit paraméterei micsodák, ez nem egy túl bonyolult kérdés. Sokkal inkább az érdekes, hogy ezt eddig nem csinálták meg. Miért nem? Mert átugrották. Mert a gömbről rögtön mentek a három tengelyérbiszaidra, meg azokra a bonyolult grélféle modellekre, amit itt most Kamilla említett. Tehát hogyha megálltak volna egy fél pillanatra, akár 30-40 évvel előtt ezt meg tudták volna csinálni, de nem, hanem mentek jóval tovább, és nekünk már idézőjelben nem csak az volt a dolgunk, hogy ezzel a Fibonacci gömbbel egy sokkal-sokkal bonyolultabb mintázatból vegyünk olyan, olyan mintasorozatot, amire egy ilyen egyszerű lakot is rá lehet illeszteni. A jelentősége pedig az, hogy persze be lehetne írni azokba a GPS paraméterekbe a gömböt is, csak az a baj, hogy a tényinformok, hogy a gyakorlatban, aki ezzel foglalkozott, már azt tudja, hogy amikor gömböt írok be olyan helyre, ahol elipszoidot várnak, ott azért hát ilyen 10-20 százalékos valószínűséggel azt fog megkapni hogy a tényinformik rendszertől, hogy nem működik. Mert a tangens függvénynek egy olyan programozási változatát tettek bele, ami adott esetben ilyenkor nullávalosztáshoz vezet. Ezért célszerű beírni a tényleges elipszoid adatokat. Igen, arra szerettem volna még rátérni, Kamilla, hogy te az országos TDK geofizikus szekciójában első helyezett is lettél ezzel a kutatással, sőt, még meghívást is kaptatok, hogy az eredményeiteket publikáljátok az Akta Geodétika egy geofizika folyóiratban. Ehhez mind a kettőhöz is nagyon gratulálok nektek. Um, mit tanultál ebből a, ebből a kalandból, mit üzennél a hallgatóknak vagy a középiskolásoknak? alapvetően azt tanultam meg, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos tanulság alapszakos hallgatóként, hogy merni kell próbálkozni, és még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ez, ez nagyon sok, és, és hogy sokszor csak felsőbévesek csinálják, mert, mert akkor már, már viszonylag több tapasztalata van az embernek, meg kell próbálni. És érdemes kutatni, érdemes témavezetőt keresni, érdemes témát keresni, érdemes elindulni a TDK-n, otdk -n, mert nagyon nagy élmény és óriási lehetőség. És uh, amit üzennék a hallgatóknak leginkább, vagy a hallgatóknak, per középiskolásoknak inkább, az az, hogy próbálják ki a kutatást, és hogyha úgy érzik, hogy érdekli őket a földtudomány, akkor ezt tegyék az ELTE földtudomány alapszaká, hiszen ez nagyon jó lehetőségeket ad ilyen szempontból. Elég ritka azért, hogy BSC-sként már a tudományos folyóiratban publikálj ezt, hogy éled meg. Igen, ez egy nagyon ö, nagy elmény volt, és nagyon ijesztő sokszor, ugyanis hogy angolul kellett megírni a cikket ráadásul. Ugye a TDK dolgozat az magyarul van, ezt magyarul kell megírni, viszont a cikket azt már angolul kellett megírnom a, a folyóiratba, és ez is egy alapvetően egy ijesztő lépés volt. És a másik, ami szerintem nagyon sokkoló tud lenni ilyenkor, hogy ugye át kell menni a publikálás lépésén, ugye bírálják a, a cikket, kapsz, bírálatot kell javítani, és ez olyan sok lépés, amit így meg kellett ismerkednie az embernek így elsőre, hogy nagyon sok munka volt veled, de szerintem nagyon nagy elmény is volt amellett, hogy sokat kellett rajta izgulni. Meg nagyon sokat lehet belőle tanulni, mik a terveid a jövőre nézve? Hát ugye én most végzem majd el az alapszakot, ebben az évben fogom befejezni. A, a terveim között az szerepe, hogy folytatom itt az elténge a fizikus mesterszakon, és hát emellett, hogy kutatás szinten is folytatnám, folytatom tulajdonképpen a kutatást, mert idén is adok be TDK dolgozatot, és ugye jövőre majd az OTDK-n is szeretnék részt venni egy kutatással ismét. Ez ennek a kutatásnak a folytatása, vagy csak valamilyen szinten kapcsolódik hozzá? Tulajdonképpen folytatása semmiképpen azt mondhatjuk, hogy halványan kapcsolódik hozzá, most már egy földi uh, témával fog, foglalkozok, amelynek tulajdonképpen a földi tengerszinthez van köze, és ahhoz, hogy a földi tengerszint az éppen aktuálisan milyen potenciálértékhez igazodik, ugyanis ugye ez határozza meg a geoidnak a potenciálértékét, és ezzel foglalkozom jelenleg. Mi a kutatócsoportnak a terve a jövőre nézve, illetve milyen projektek vannak, amiben lehetne hozzátok kapcsolódni? Én most leginkább azt mondanám, hogy melyek azok a Szintén azt mondom, hogy hasonlóan egyszerű, de, bo bocsánat, rosszul mondom, viszonylag bonyolultnak látszó, de azért egyszerű lépésekre fölbondható feladatok, amelyeket bizony BSC-s hallgatók is tudnak csinálni, tehát most két másik hallgató is bekapcsolódott ebbe a tevékenységbe, mind a ketten a, a potenciál felületnek különböző más aspektusait vizsgálják. Az egyik másodéves kolléga, ő most eddig a földi mágneses térnek a, a, különböző érdekességeivel foglalkozott, és most azt nézi meg, hogy régi 200-220 éves katonai térképek, amelyek a Habsburg birodalomról készültek, ezeknek a tájékozását hogyan befolyásolta az akkori mágneses térnek az iránya? Hogyan lehet ezt akkori adatokra visszavezetni? Egy másik ö, kollégánk, aki, aki neki évfolyam társa, tehát ő is másodéves, ő pedig most gyűjti a Merkur körüli keringést végrehajtó több éven át keringő ö, a szintén mágneses térre vonatkozó adatait, ő pedig a Merkur mágneses terének a dipol közelítését fogja ebből megbecsülni ennek a paramétereit, ami egy, egy nagyon hasonló matematikai probléma, mint amivel Kamilla foglalkozott itt, de hát ugye mindenki el tudja képzelni, hogy diákként, akár középiskolában, aki azon gondolkodik, hogy ő itt akar valamit csinálni, hogy igen, itt a lehetőség, hogy egy-két éven belül Merkuri mágneses tér adataival dolgozzak, és megbecsüljem, hogy na vajon milyen dipól lehet annak a belsejében. Úgyhogy gyertek bátran. Hogyan lehet hozzátok jelentkezni? akár gimnazisták is, volt is ilyen. Tehát most a, az elmúlt másfél hónapban voltak ilyenek, hogy érkeztek vidékről diákcsoport, akik kifejezetten ötvös Lorándra kapcsolatos kérdéseket, kérdésekre vártak választ, és akkor ott mutattam, hogy mit lehet a, az ötvös mérleggel csinálni. tehát igen, aki ide bekerül, az nyugodtan már, találkozunk is az első fél évben többször is. Aki meg csak tervezi, hogy ide jön, hát meg lehet engem találni e-mailben, vagy, vagy messengeren, úgyhogy gyertek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és további sok sikert kívánok mindkettőtöknek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy tartsatok velünk a következő podcast adásban is. Addig is sziasztok!